Megérkeztem New Yorkba, 50 centtel a zsebemben. Mondom, hogy mi a fenének tartogassam, majd úgyis kapok itt, itt lesz itt pénz. De első napra is halál, pontosan emlékszem, az történt, hogy rengeteg pénzem volt. Na most Párizsban, csak hogy illusztráljam a helyzetet, egy emigráns vonat, mert megkaptam az amerikai vízumot, mert ki kellett várnom, de az amerikaiak is adtak pénzt. Na most egy ilyen, hát hogy nem darabonként lehetett kimenni, hanem összegyűjtötték az emigránsokat vonatba, és aztán Brüsszelből repülővel New Yorkba. És ennek az volt a vonaton, hát olyan volt, mint ilyen háborús katona vonat, hogy a párától már nem lehetett látni, nem volt ülőhely, meg nem tudom mi. De valahogy én bekerültem a vonat kellős közepébe, és tök párát. És közben a lányok Párizsban 18 vagy 20 lány vörös rózsákkal búcsúztattak, hát ez nekem sokba került valamikor. Mármint a rózsát, ez nem volt olyan olcsó dolog. És akkor beküldték a rózsát, hogy András, 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 és a rózsa ment körbe a legnyomorultabb emigránsok. És ők mindig kiabáltak, András, András, és mentek a rózsák. Megérkeztem New Yorkba, 50 centtel a zsebemben. Mondom, hogy mi a fenének tartogassam, majd úgyis kapok itt, lesz itt pénz.